Februártól újra pályázhatnak a fiatalok falusi ház vásárlására, jelentette be Milan Krkobabić. A vidékfejlesztési miniszter kiemelte, hogy jövő héten javaslattal áll a szerb kormány elé a februárban induló új programmal kapcsolatban, és arra számít, hogy idén körülbelül 5000 pályázati kérelem érkezik. Tavaly a költségvetésből elkülönített 1,2 milliárd dinárból 980 házat vásároltak meg. A program keretében eddig összesen 1631 falusi házat biztosítottak 5000 személy számára 119 önkormányzatban. Amíg akadnak olyan fiatalok, akik érdeklődnek a program iránt, addig az állam biztosít pénzt erre, tette hozzá Krkobabić. Dr. Mirsad Gyerlek szerint már megjelent Szerbiában a koronavírus legújabb variánsa. Erre utal ugyanis az, hogy ismét egyre több fertőzöttet regisztrálnak az országban. Az egészségügyi államtitkár hangsúlyozta, nincs ok pánikra, hiszen az új vírusvariánsnak könnyebb lefolyású a kórképe. Pálga Júdi Olivérnek gyűjt a Vajdasági Baráti Egyesület. Közösségi oldalukon a következőt írták: kérjük, segítsetek, hogy egy kisfiú mozogni tudjon, és megnyíljon számára egy új világ. A Magyarországi Egyesület azt közölte, a Bajmoki Olivérnek egy pantera kerekesszékre és egy állítószerkezetre lenne szüksége, hogy mozogni tudjon. Ezeket a Betesda gyermekkórházban írták elő. A segédeszközök ára több mint 2 millió forint. A bejegyzés szerint az SMS gyermekek számára a szakemberek ezeket az eszközöket átalakítják az adott gyermek igényeire, nem az alapgépeket használják. A Vajdasági Baráti Egyesület azt közölte, tagsága összefogott, és az elmúlt napokban 1 millió 610 000 forintot adtak össze. Tegnap még 557 000 forint hiányzott. Az utaláshoz szükséges adatokat a Pannoner TV honlapján találják. A TSC labdarúgó csapatában folytatja pályafutását Szőke Adrián. A moholi születésű támadó a Diósgyőr együtteséből érkezett kölcsönbe Topolyára. A csatár korábban a holland élvonalban is szerepelt. Szőke az első közös edzésén is túl van már az új csapatában. A TSC egyébként Szőke mellé két másik játékost is igazolt a téli szünetben. Ők a középpályát erősítik majd.